Mariana Végeni kapott egy pontot. Ezek a szépségtapasztalatok. Jövő Gyüle Gondával, Japánból, Sasti Mariana. Pozitívumokkal kezdeném. Bemutatkoztál a világbajnokságon, meccset nyertél, rengetegen szeretnek, ez látszott most a nézőtéren is. Az más kérdés, hogy azt hiszem, hogy ez a japán elleni meccs több szempontból is rossz szájízű volt. Mennyire tudsz most higgadtan értékelni? Hát én igazából higgadt vagyok, hiszen én úgy gondolom, hogy mindent megtettem a szőnyegen azért, hogy nyerjek. A bírók nem így látták, én ezt sajnálom. Az első mérkőzésedre térünk még vissza. Ott viszont jól ment a birkózás, és hát azért gondolom nem egyszerű ilyenkor reggel még hidegen szőnyeggel lépni, pláne ilyen felfokozott hangulatban. Igen, azért is jó volt az a meccs, mert ugye nem egy világklasszis birkózóval álltam szembe, és úgymond bemelegítő mérkőzésnek tökéletes volt. Ugye még egyre nem temethetünk téged semmiképpen, bár itt Ákossal az edződdel, férjeddel beszélgetve azt mondta, hogy azért itt sok mindennek össze kell jönnie, hogy a japán lány bevigyen a Vigaszágon. Mondom, hogy ezért szurkolsz neki. Persze, szurkolok ezért én is, bár valóban így van, két elég jó versenyzőt kell még megverni. Ugye jön az indiai bronzérmes, az olimpiai bronzérmes, illetve a tavalyi VB ezüstérmes ukrán. Remélem, hogy sikerül, ha pedig nem, akkor gondolom, Olivéra kisfiad azért Vigaszt fog nyújtani. Igen, igen, mindenképpen. Köszönöm szépen. Köszönöm.